Kereteink közül már megismerhették közelebbről az agarászokat. Most pedig a gimnázium tornatermébe látogattunk el, ahol a karatésok tartottak edzést. A civil szervezeteket bemutató sorozatunkban most a sportterén fogunk érdeklődni, mégpedig a Balmazújvárosi Kyokushinkai Karate csoporthoz, egyesülethez látogattunk el. Az egyesület vezetője Felhősi András. Mikor vált a klub egyesületté? Egyesületté tavaly váltunk, mert nagyon nagy szükség volt rá, ugyanis így tudunk egy kis anyagiakat beszerezni, és a szervezetnek, tehát a Magyar Kyokushinkai Karate szervezetnek is nagyon fontos, hogy mindenki ilyen szervezetté váljon, minden klub, mert ugyanis így tud a szervezet is közhasznú szervezet lenni, mert másképp nem fogadják el a bíróságon meg. Szóval törvényileg így van leírva, ha minden klubja szervezet, tehát törvényesen bejegyzett szervezet, akkor az is közhasznú szervezetté tud válni, másképp nem. Mindenképpen csak az anyagiak? Nem csak az anyagiak, hanem mondom, ez a politikai dolog is benne közrejátszott, de nagyon fontos a pénz is, mert anélkül nem tudunk létezni. Hány tagja van most az egyesületnek? Hát 35, ez olyan, hogy van, aki rendszeresen jár, az a 30-32 ember, az a 3, az 3-4 ember, az mindig van, aki olyan challenge, vagy megmarad, vagy nem. Elég széles korosztályt képvisel a karate. Hány éves a legfiatalabb, és mennyi a legidősebb? Hát most jelenleg a legfiatalabb az 8 éves, és a legidősebb én vagyok 41 évesen. Vannak-e még felnőttek a csoportban, tehát olyanok, akik már nincsenek iskolához kötve? Igen, vannak. Van két emberem most jelenleg, mert az egyik dolgozik már, a másik még most szakvizsgázott le. Milyen fokozatokat értek el? A felnőttek? A felnőttek az egyik még most megy kékövre, tehát 8 kiúra, a másik meg 7 kiúra megy. Aki nem járt a sok karatében, azoknak mondjuk már, hogy hogyan emelkednek az övszínek teljesen a feketővig. Hát fehér, kék, sárga, zöld, barna és fekete, hát mindegyiknek más a jelentősége. Itt a fehér az teljesen kezdő, tudatlan embert jelent, aki belecsöppen egy dologba, és hogy dolgozik, tréningezik keményen, becsületesen, úgy érje el a magasabb szinteket. Minden egyes ilyen övért meg kell mérkőznie, pontokat kell gyűjtenie? Nem, ez nem pontrendszerbe megy. Itt a verseny és az övvizsgás két különböző fogalom. Itt vizsgára is fel kell készülni egy versenyzőnek, és versenyre is külön fel kell készülni egy versenyzőnek. Ez mit jelent, hogy vizsgára készül? Hát a vizsga anyagunk az úgy van összeállítva, hogy van egy technikai része, van egy erőléti része, és van egy küzdelmi része a dolognak. Hát ez összfokozatonként változik, mert sárgövre már 10 emberrel kell megküzdeni, egy dalra viszont 30 emberrel kell megküzdeni. És akkor ez házi vizsgát jelent a gyerekeknek? Igen, ez házi vizsgát jelent, hát eddig Szolnokra jártunk vizsgázni, hivatalos vizsgázni, most már nekem is van vizsgáztatói jogom tavaly óta, úgyhogy itthon is, második sárgövig én is vizsgáztathatok, addig van engedélyem. Amikor szeptemberben elindulnak szakkörök, tanfolyamok, akkor mindig nagyon lelkesek a gyerekek, és végül is elég kevés százalékuk marad meg folyamatosan a szakkörben. Ez a karaténál hogyan alakul? Hát, egy olyan egyharmad része, ha megmarad a gyerekeknek, hogy mitől nem, van, akiben nincs annyi kitartás, van, aki a tanulás miatt hagyja abba, mert van, aki meg családi probléma, szóval ki miért, de nagyon-nagyon nagy a kihullás, nagy a kiszóródás, főleg a kitartás hiánya van most a fiatalokban ez. Mikor tartatok edzéseket? Hétfőn, szerdán, pénteken, és még plusz vasárnap is, hát ez a plusz vasárnap ez nem kötelező tréning, ez csak a versenyzőknek inkább. A gyerekeknek van 5-től 7-ig, délután a felnőtteknek 7-től 9-ig van tréning. Ez hogy derül ki, hogy valakiből versenyző lesz, vagy pedig csak a házi programokat csinálja meg? Hát ez elsősorban ő rajta áll, hogy milyen a hozzáállása, szeretne versenyezni, vagy nem szeretne versenyezni, mert mindenki kipróbálhatja magát a versenyen. Én ott vagyok, hogy azon vagyok, hogy legyen verseny, meg legyen versenyző. Nem baj, aztán nem nyer vele semmit a versenyen. A lényeg az, hogy ott legyen, kipróbálja magát, és inkább ott vedesse le felesleges erejét, indulatait, mint mondjuk az utcán vagy bárhol, mert a versenyek elsősorban ezért vannak, meg azért vannak, hogy tényleg kipróbálja magát, hogy mennyit bír, mennyit tud, hol kell fejleszteni még a dolgot.
és hát hál' Istennek itt már fejlődik a kis csoport, mert most már legutóbb 4 versenyzővel indultunk el, abból 3 érem hazajött. Ha már a szellemiség terére elvesztünk el, erről beszélnünk kellene, mennyiben másabb a karate, mint testmozgás, mint erőnlét, mint hogyha valaki mondjuk a labdajátékokkal foglalkozna, vagy pedig atletizálna? Hát ez a szellemiség, ez úgy alakul ez a dolog, hogy ez nem sport. A sport része a verseny, de ez önmagában véve ez nem sport, ez egy életforma. Ezt lehet csinálni 6 évtől, 5 évtől kezdve 150 évig, ha valaki bírja, mert itt minél idősebb valaki, minél magasabb az öfokozat, minél többet dolgozott, annál nagyobb tisztelet övezi, annál jobban hallgatnak rá, mert ugyanis lehet a végén már 150 éves korában nem bírja felemelni a lábát, de szellemileg, agyilag tudja a dolgokat, tehát tud tanítani. Ez jóval több, mint sport, ez mozgásanyagában is másabb, mert ugyanis egy sportban, egy labdajátékban 30-35 éves korában kiöregszik egy versenyző, egy labdajátékos, itt nem öregednek emberek. Hogyan lehet az életformát úgy alakítani, hogy az a karaténak megfeleljen, tehát egészséges táplálkozás, emberekkel való figyelem, bánásmód, tisztelet, ami már úgy kimarad az életünkből? Hát ezt nagyon nehéz megközelíteni így, mert kinek, hogy hát, kinek milyen a családi háttere, nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos a munkahely, illetve az iskolai háttér. Itt nagyon sok minden közre játszik, mert ha valakinek nincs, főleg a családi háttér nincsen meg, az valószínű főleg fiatalon nem tudja beépíteni magába, magának ezt a dolgot, mert anélkül nagyon nehéz. Kell a szülő hozzáállása, kell, hogy bátorítsák, ha olyan, kell, hogy visszafogják, ha olyan a gyerek, és jól volna nagyon sok szülőt. Én itt nyilvánosság előtt is arra kérek, hogy próbáljanak megkeresni engem, mert ha valami probléma van a gyerekkel, gond van a gyerekkel, itt elég sokat tudunk korrigálni rajta. Voltak már szülői visszajelzések ilyen szinten? Igen, voltak már szülői, hál' Istennek voltak szülői visszajelzések, vannak is. Akit úgy érdekel jobban a gyerek, hogy mit csinál, hol van, mert van, mondjuk van olyan szülő is, aki még soha nem volt itt edzésen, van, aki megrendszeresen bejön, hát ez szülőtől függ. Hogyan áll össze egy edzés? Ma a gyerekeket látogatjuk meg 5 órától, hogyan folyik le egy edzés? Hát elsősorban a terem tisztán tartása nagyon fontos dolog, mert majd össze fognak takarítani elébe a gyerekek, ugyanis azért, mert nagyon sok az allergiás ember. Magyarországon, ha jól tudom a statisztikát, minden második ember szenved valami allergiás megbetegedésbe, és ezért kell tisztán tartani a termet, hogy egy vizes rongya föl kell törölni, hogy port ne szívjanak be, mert futnak meg, ugrálnak, ugye fölverik a port. A legfontosabb része az, hogy bemelegítenek. Itt már vannak a picik is olyan szinten, hogy maguktól tartják a melegítést. Hát ez egy játékos forma, de nagyon szépen be tudnak vele melegedni. És az edzés fő része a technikai rész. Hát ma péntek van, ma küzdőedzés van. Hát itt küzdő mozgásokat tanítunk, alakítunk rajtuk, a mozgásokat igyekszünk alakítani. Azt a kis harci szellemet igyekszünk bennük feltűzelni, hogy akinek a versenyzői indítatása van, hát legyen benne versenyző. Na meg hát ez attól azért is van így, hogy kis lelkileg is próbáljuk megfogni őket, vagy feltornázni őket, hogy az életben is bármikor, hogyha szembe kerül valamivel, kell önbizalommal tudjon vele szembenézni, és a végén meg valami játék vagy küzdések vannak, vagy levezetésképpen. A háttérben a Balmazővárosi Egyesület zászlóját láthatjuk egy képpel és egy jelvénnyel, emblémával. Hogy nevezik mind a kettőt? Ezt úgy hívják, hogy Shinden, japánul ez szentét jelent. Hát a zászló ez a Magyar Kyokushin Karate Szervezetnek a jelvénye, egy zászlója, ez minden klubban megvan. Ott felül a Sosai Masuda Tsuyama látszik, aki 1994 áprilisában halt meg. Itt is ő van, alul a képen is ő van. Hát, aki Kyokushin Karatét csinál, annak tudni kell ez a kankó, ez az embléma. Az egységet, az erőt, a végtelenet és a harmóniát jelképezi. Úgyhogy ez minden Kyokushin Karate tréningen meg kell, hogy legyen. Itt
állnak előttünk azok a fiatalok, akik részt vettek az áprilisi országos megmérettetésen. Mutatkozzatok be! Tóth Judit. Veres Ferenc. Balogh Kitti. Puzsán Balázs. Ki milyen eredménnyel érkezett haza Újvárosra? Én első lettem a várpilotán. Ez mit jelent, hogy első lettél? Övet mondj szépen. Milyen, mondjuk súlykategória van, öv van, mi van? Serdülő lány, nehéz súlyba, igen, lettem első. Tehát ez már egy országos megmérettetés volt? Igen. Fiúk? Én fiú. Könnyűből lettem harmadik helyezés. Hát sajnos nem értem a helyezést, hát serdülő középsúlyú. Van, indultál? Igen. Serdülő nehéz kategóriába indultam, második helyezést értem el. Tehát akkor az országos szinten az első-második helyet Balmazújváros hozta el, ha jól értem? Igen. Valamennyien úgy indultatok el karatézni, hogy én most akkor ebből versenyzővé fogok majd válni, vagy pedig ez hobbi szinten indult? Hát nekem hobbi szinten, és nem gondoltam, hogy eddig jutok el. Hát én megpróbáltam mindent. Mindent beleadtál? Én hobbi szinten indultam. Vannak terveitek a továbbiakban is a karatéval? Mennyire alakítja át ez a ti életeteket? Hát szerintem nagyon is átalakítja, mert így lesz fegyelem, meg hát... magatartás, az fegyelmet, meg önvédelmet. Nagyobb lett az önbizalmam, és jobban tanulok az iskolában is. Ez az önvédelem mit jelent? Hát, hogy például meg tudjuk védeni magunkat. Már Balmazújvároson erre kell gondolni, hogy megvédjük magunkat? Nem, csak... Legközelebbi verseny hol és mikor lesz? Készültök-e rá? Mit jelent nektek egyáltalán az, hogy most nyári szünet van? Hát a következő verseny az október 21-én lesz Veszprémbe. Remélem el tudunk menni, és már a felkészülést ezt megkezdtük. Tehát nyári szünet alatt is ugyanúgy vannak edzések? Igen. És mindenki indul újra, vagy még egészül ki ez a négy fős kis csapat valakivel? Hát szerintem még valakivel egészül ki. De ti valamennyien elindultok újra? Igen, elindult. További sok sikert kívánunk nektek, és azért kellemes nyári szünetet. Köszönjük szépen.